Sokan mondják, hogy mezőtúrnak a turisztika adottságai jók, utána mellé teszik szarvast és gyomendrődöt. Hát az a helyzet, hogy bizonyos szempontból nem csak hogy jók, hanem lehet, hogy a legjobb is. Mert ugye az, hogy a Berettyó keresztül folyik a városon, hozzá van a Körösök a város határába, ez nagyon jó. De az, hogy a kis Berettyónak ilyen fantasztikus kis ágai vannak, amit szinte gyakorlatilag senki nem ismer. Tehát nem az, hogy a vízitúrázó közösség, de meg a várospolgár nem gyakorlatilag senki se. És ilyen érintetlen is vadregényes, még hogyha itt most a Markó egy kicsit meg is bányázta a szélét. Hát ez egy akkora óriási dolog, hogy ezt nem is tudom egyszerűen szuperlatívuszokba tudni csak erről beszélni, hogy ez mekkora lehetőség a városnak. De ahhoz az kell, hogy ezeket a pályázatokat, vagy vízügyis dolgokat, vagy nem is tudom, hogy kikhez fog eljutni ez a film. Nagyon remélem, hogy a döntéshozókhoz azért csak úgy el fog jutni, hogy lássák, hogy ez igenis kérem szépen. Ez valami hatalmasan nagy lehetőség ennek a területnek. Tehát itt csak gondoljuk végig, hogy itt mindenkinek érdeke ez. Tehát nem csak a lakosságnak, meg a kiszolgáltatásból, vagy turizmusból él. Tehát akik itt vannak földtulajdonosok, hogyha ez itt rendesen kap vizet, hogy ebből azért öntözőrendszert is nagyon szépen lehet azért táplálni. Mellette a biológiai sokféleség, pontosabban itt a fajoknak a nem csak az egyet száma, hanem a változatosság is óriási szinten meg tud ugrani. Ha ez így tényleg úgy lenne kezelve. Tehát én még olyat is el tudok képzelni, hogy valahol itt egy, ha ez így működne, ez az egész rendszer több tíz kilométeren keresztül. És mondjuk olyan lenne a föltámogatási rendszer, hogy a vizes élőhelyeket is támogatja kiemelt módon. Tehát, hogy ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogyha folyamatosan belvizes a terület, meg gyakorlatilag mindegy, hogy terem rajta valami, vagy nem, csak legyen egyszer legalább beszántva, vagy bevetve, még annyit is learatva, hogy fizessenek legalább kétszer annyit azért a területekért, amit visszaadnak a víznek. Mert ugye a másik oldat itt van ez a klímaváltozás, ami igazából klímakatasztrófa, mert hogyha beszélgetünk biológusokkal, meg jó pár szakemberrel, akkor az gyakorlatilag, tehát ez egy ökológiai horror, amiben élünk. Tehát, hogyha ebből a szempontból nézik, akkor az ilyen területeknek aranyértéke van. Tehát itt lehet, hogy meg fogjuk még érni azt, hogy egy visszaállított terület, az nagyságrendekkel többet fog érni, és jobban fognak rá fizetni, mint a mezőgazdasági termékekért. És mindezt úgy, hogy közben lehet, hogy élelmiszer válság lesz közben, vagy elszállt élelmiszer árak. Mert azért ahhoz, hogy megmaradjon az élelmiszer az országnak egy jelentős része, hogy lehessen termelni, vagy mezőgazdasági termelésre alkalmas legyen, ahhoz a helyi szinten a klímánkat azért nagyon rendbe kéne hozni. És ez pontosan az ilyen területeknek a visszaállítása lenne az egyik olyan nagyon fontos összetevője, ami tudná stabilizálni, vagy tompítani ezt a hatalmas nagy kiszáradást, ami előttünk áll. Elsivatagosodás, felmelegedés, sokfajta névvel lehet nevezni. Tehát hajrá mezőtúrjak is, aki csak tud és ebbe tud segíteni, vagy el tudja érni, hogy ezeket a pályázatba segítve meg lehessen kicsit kotorni, hát az mozgasson meg minden követ. Ez mindenkinek érdeke. És tessék, hát ha van valami itt a járvány kellős közepén, ami egészséges, gyönyörű, fantasztikus, és nem is tudom, nem tudok elég jelzőt felsorolni, hát az, hogy itt ülök egyedül egy kajakkal, a melengető őszi napsütésbe, novemberbe hozzáteszem, még pár éve, még november 1-én tudtunk csak majdnem, hogy ilyen a mínusz a határosan menni, igaz, hogy most is egy 8-10 fok van, de hát a hőjelzet sokkal jobb, mert éppen nincsen se szél, és nagyon jó az a napfény, jó melegít, tehát ez egy luxus. Tehát ezt is sokszor elmondom, hogy nem értem, hogy mit akarnak azokkal a nyomorult pálmafákkal a sivatagban, meg kiszikott ilyen szírszar helyeken, nagy büdös sós víz mellett. Még ha szép is. Amikor nekünk itt van maga a mennyország, meg a paradicsom a határba. Tehát mit akarnak vele? Milliókat kifizetni egy nyomorult szelfér az Instagramra? Tehát ha akarnak szépet, akkor jöjjenek ide a határba. Tehát ne nyomorkodjanak ott fenn a nagy vascsőbe töltve repkednek itt az emberek a világ tetején, meg a felhők felett, hát ide kell jönni, hát itt azt el lehet szállni rendesen. És szépen folytatjuk tovább a utunkat. Ó.
Hát kisebb máfótok bemaradtak, de hát ugye az, hogy itt ősszel, vagy pontosabban tavasszal milyen zöld robbanások bekövetkezni, és a kiszedett növényzet hogyan fog újjászületni, már azok a gyökér részek, vagy ilyen rizomák, vagy bármivel itt szaporodnak a dolgok, arra kíváncsi leszek, tehát ide vissza kell feltétlenül térni. De hát ez a, ahogy a napfény szírogatja ezeket az aranysárga rozsdásodó leveleket, hát azt hiszem, hogy jóval kevesebben ennének mindenféle pszichobogyókat, meg nyugtatókat, hogyha rendszeresen ilyen környezetben jönnének ki. Sőt, igazából lehet azért eszik az emberek ezeket, mert elsősorban ezt vették ki az életükből, és nem találják magukat a városba. Tehát akkor folytassuk tovább a terápiás utazásunkat, és nézzük meg, hogy meddig lehet elmenni. Azon kívül, hogy mindig a végsőkig megyünk el.